Természetesen itt a dobosok vannak reflektorfényben, és ezért a gitárosok és a többiek se keserednek el. Inkább azt szokták humorosan megjegyezni, hogy milyen kár, hogy nincs gitáros gála, meg nincs billentyűs gála, hanem hogy a csuda vigye el, már megint ezeket a dobosokat ünneplik. Ugye a szakma azért tudja egymás közt, hogy kik a legjobb dobosai a magyar élmezőnynek, és azért, hogy fogyasztható legyen, mert léteznek szóló dobprodukciók is, mint amilyet a külföldi sztár előfogadni. Igaz, hogy ennek financiális okai vannak, hogy a teljes Durán-Durán vagy Jebbek együttes nem tudjuk vele együtt meghívni, de hát véletéve a tréfát szólóba is természetesen csodálatos dolgokat lehet művelni a zenén, sőt a dobon, sőt léteznek duó vagy trió dobshow produkciók is, de úgy gondolnám, hogy ez egész este nagyon kemény lenne a Bülnek, ezért különböző zenei környezettel, tehát különböző együttesekkel lágyítjuk, mint ahogy a köret van a főételhez, tehát körítjük ezeket a produkciókat, és így elviselhetővé válnak, és hát mivel minden együtt, vagy minden jó dobosnak van valamilyen hozzá hasonló jó zenekara, az egyik ilyen stílus képvisel, a másik olyat, megpróbáljuk úgy összehozni, hogy a nézőtéren ülők kedvére történjen a dolog.